Köszöntöm az esti mérleg nézőit. A pénteki közgyűlés egy részre csukott ajtók mögött zajlott. Ezen a zárt ülésen döntöttek ugyanis a városatyák arról, hogy előre nem látott statikai problémák miatt a Sóstói stadion főépületét el kell bontani. A döntésről sajtótájékoztatón számolt be Cserpalkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester. Székesfehérvár önkormányzata a Sóstói stadion megújulása kapcsán azt a célt fogalmazta meg, hogy a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációjával közösen egy szép, a környezeti értékekre figyelő modern és fenntartható városrészi fejlesztés valósuljon meg. Tavasszal, amikor a kivitelező már olyan állapotba került, hogy a bontás követően a fejépület rekonstrukciójának szeretett volna nekiállni, és akkor bizonyos bontási munkátok után derült fény arra, hogy nagyon komoly tartószerkezeti problémák vannak alig több mint 10 éves stadion fejépületében. Akkor rögtön le is állítottuk a munkátokat, hiszen akár további bomlás veszély is fennállhatott. Ekkor kezdtük meg azokat a tartószerkezeti vizsgálatokat, amelynek során derült fény arra, hogy milyen problémával állunk szembe, és milyen komoly az a helyzet, amely tekintetében az eredeti terveket nem tudjuk megvalósítani. Így nagyon komoly döntés előkészítő tanulmányt rendeltünk meg magától a tervezőtől, amelyet egyébként több szakértő is vizsgált, illetve a saját műszaki ellenőri csapatunk is többször áttekintett. Ennek ebben a tanulmányban négy fajta megoldási javaslatot vizsgáltunk, és végül az a döntés született a tervezővel, a műszaki ellenőrökkel és a szakértőkkel, illetve a Videóton labdarúgó csapat vezetőivel egyetértésben, hogy mind a 4 szintet vissza kell bontani annak érdekében, hogy a későbbiekben ne legyen olyan bizonytalanság, amely akár bármikor előjöhet és veszélyeztetheti a fejépület stabilitását és állékonyságát. Hiszen volt olyan verzió is, hogy csak a felső 2 szintet bontsuk vissza, de akkor megmaradt volna a bizonytalanság, hiszen ma már sokkal szigorúbb szabványi előírások vannak a tartószerkezetek stabilitására, állékonyságára, mint az, amikor épült ez a fejépület. Így tehát a megmaradó rész sem felelt volna meg egyébként a szabványi előírásoknak, úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk. Nyilván ez határidő módosítás, csúszást fog majd eredményezni, de azt gondolom, hogy a biztonsági helyzet tekintetében, illetve árértékarány és idő tekintetében a legjobb döntést hoztam a közgyűlés. Mi arra kértük a kivitelezőt, hogy mindenáron tartsa a június 29-i határidőt, hiszen azt követően még a használatbevételi engedély eljárása, illetve az MLS és az UEFA pályahitelesítési folyamatának is meg kell történnie azért, hogy pályára tudjon lépni a csapat, de nagyon bízunk benne, hogy ez rövid időn belül megtörténnek. A Videóton hogyan fogadta a hírt? Én azt gondolom, hogy ők is belátták, hogy mindenki szerette volna a január időtartamot, időpontot tartani. Minden jel arra utalt, hogy ezt tudjuk is, hiszen a többi szakasz a stadionnak nagyon ütemben halad. Egykori karéi lelátó helyén épülő 3 oldali lelátó tekintetében már a tartószerkezetek, az acélszerkezet már fönn van, most már lassan a körítőháló kerül rá, illetve már lassan a szék telepítésnél tartanak. Nyilván az befolyásolni fogja majd az építkezést, hogy
a fejépület tekintetében a toronydaruk, amelyek építik a szerkezetet, azok csak a pályaszerkezetről tudnak mozogni és dolgozni. Nyilván, hogyha a toronydaruk elmennek, akkor lehet majd a pályaszerkezetet kialakítani, és azt követően a füvet telepíteni. De nyilván a klub is belátta, hogy azon indokok, amelyeket az előbb elmondtunk, annak érdekében, hogy a nézők biztonsága és az épület biztonsága és a teljes területnek a biztonsága érdekében ezt a döntést meg kellett hozni, úgyhogy így értettek a döntéssel. Jó hír viszont, hogy a fű az már zöldül, hol és mikor telepíthető? Valóban nyilván ugye többféle változattal lehet stadionban füvet telepíteni. Azt gondolom, hogy a szakértők is azt javasolták, ne a helybenvetés megoldása legyen, hanem egy előre elvetett Moson Magyaróvár környéken pihen most, és nődögél a fű, ami várhatóan jövő áprilisba kerül majd elhelyezésre, hiszen akkor még kell egy-két-három hónap majd a fűnek annak érdekében, hogy megerősítjen a gyökere, és nagyon jó minőségű, hosszú időt álló pálya legyen a Sóstói stadionban. Egyelőre tehát június 29-e a határidő, két dolog módosíthatja, az egyik az időjárási tényező, hogyha egy kemény tél lesz idén, illetve az UEFA, hogyha nem dolgozik gyorsan, és nem jönnek az engedélyek. Valóban nagyon bízom benne, hogy egy enyhe tél lesz, hiszen azért az idei évben is azért volt egy komoly februári, nagyon hideg időszak, ami kicsit lassította a beruházást. Bízom benne, hogy ez az idei szezonban, az idei télen ez nem lesz, és nagyon fontos, hogy a nagyon hideg beállt előtt még a fejépület teljes szerkezete meglegyen, és akkor már csak a belső munkálatokkal kelljen foglalkozni a kivitelezőnek. És hát nagyon reméljük, hogy mind az MLS, mind pedig az UEFA nagyon gyorsan fogja majd a pályát hitelesíteni, hiszen az mind szükséges ahhoz, hogy ne csak egy épület legyen, hanem stadion is legyen, tehát hogy labdarúgó mérkőzéseket lehessen benne rendezni. Természetesen amint olyan állapotban van a stadion és a pálya, hogy már elkezdhetők ezek a akkreditációs folyamatok, akkor ezt azonnal el fogjuk kezdeni, mind a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, mind pedig az UEFA-nál, abban bízva és reménykedve, hogy valóban már a nyárvégi nemzetközi mérkőzéseket már itt tudjuk tartani jövőre. A stadion beruházáshoz a korábbi nézőszámot nem növelő és a területen meglévő felépítményeket a lehető leghatékonyabban újrahasznosító terv készült. Ezt a tervet most azonban újra kellett gondolni. Azért megdöbbentő, hiszen ez az épület alig több mint 10 éves, és pont azért döntöttünk úgy, hogy ezt nem bontjuk el, hanem integráljuk a megújult új stadionba, mert azt gondoltuk, hogy egy akkor is nagy mértékű közpénzből épült stadionrészt, ami ennyire fiatal épület, azt nem szabad elbontani, hanem igenis azt meg kell tartani, hiszen ha elbontjuk, az ebben a vonatkozásban úgy éreztük, hogy pocsékolás. Viszont sajnos kiderült, hogy ez az épület, ez finoman szóval sem olyan állapotban van műszaki értelemben, mint ahogy egy 11 néhány éves épületnek kellene, és olyan alapvető statikai problémák vannak vele, ami beavatkozást, még pedig azonnali beavatkozást tett szükségessé. Ez azt eredményezte, hogy többféle variációt vizsgáltak meg a szakemberek, többféle külső szakmai ellenőrzése, szakértői anyaga is elkészült ennek a beruházásnak, és azt a döntést hoztam a közgyűlés, hogy a biztonsági alapon a legjobb döntés az, ha teljes egészében lebontjuk ezt a főépületet, és ezt követően nyilván tervezéssel együtt az újjáépítés ennek a főépületnek megtörténik. Ez sajnos a határidőt hosszabbítani fogja. Az eredeti határidő 2018. január közepe lett volna, akkor indult volna a használatba vételi engedélyezési folyamat, valamikor azt gondoljuk, hogy tavasszal játszhatott volna ott a Videoton először tétmérkőzést. Ez most 2018. június 30 lett, illetve egészen pontosan 29-e péntek. Ekkora kell átadni a stadiont, és bízom benne, hogy a jövő évi nemzetközi kupa idényt, hiszen nyilván reménykedünk, szurkolunk, hogy a Videoton újrainduljon majd a nemzetközi kupákba, már a Sóstói stadionba fogja tudni rendezni a klub. A klubbal egyébként folyamatos az egyeztetés, folyamatosan tájékoztattuk őket, bevontuk őket, a kooperációkor részt vesznek, a tervezés folyamatától kezdve egészen most a kivitelezésig. Én magam Istvánnal személyesen találkoztam egy másfél héttel ezelőtt, tájékoztattam a helyzetről, és ő maga is azt a döntést javasolta a klub részéről, elfogadva, hogy ez pár hónapos csúszást fog jelenteni, hogy most, ha így alakult, akkor a biztonság a legfontosabb, tehát le kell bontani ezt a főépületet, és egy biztonságos, a modern szabványoknak megfelelő új épületet kell emelni. Ugye azért is
hát nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy bosszantó ez a helyzet, hiszen mindenkit a jó szándék vezetett, senki nem gondolt nyilván erre a Viszmajor lehetőségre, és ha ez nem állt volna elő, tehát ez az épület olyan állapotban lenne, hogy egy ilyen fiatal épületnek lennie kellene, akkor ez a stadion határidőre és minden ellenkező híresztelésre szemben a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között valósult volna meg, mert hogy eddig nem okozott többletköltséget a stadionépítés, az eredeti költségvetésen belül maradtunk, a tartalékkeret részbeni felhasználása történt meg, mint ahogy a mostani kb. 900 millió forintos beruházási többletköltség jelentős részét is még mindig tudjuk fedezni a tartalékkeretből. Hogy pontosan mennyibe fog kerülni a beruházásnak az a része, amire már nem forrás, azt mané nehéz megmondani, mert egy tételes lehívásra adunk csak lehetőséget a kivitelezőnek, tehát nem utaljuk át a pénzt, hanem csak tételesen az elvégzett munka arányában fogja megkapni, és a végeredményként pedig az az összeg, az nem lehet több pár százmillió forintnál, ami esetleg hiányzik, azt a város biztosítja, de egyúttal az államtól kéri, hogy azt a részünkre térítse meg, mint ahogy eddig is szeretnénk fönntartani, hogy ez a stadion teljes egészében állami finanszírozásból valósuljon meg. Én elnézést kérek ezúton is a szurkolóktól a kellemetlenségekért. Nyilván nem kényelmes, kellemes a hazai meccseket is mondjuk úgy, hogy idegenbe játszani, 30-40 kilométereket utazni 2-3 ezer embernek, mert hogy egyébként ez most már hosszú ideje megtörténik, ezért magam én azt fogom javasolni a klubnak, hogy valamilyen közös mondjuk úgy, hogy akcióval ezt megköszönve az utolsó felcsúton történt mérkőzéseket valamilyen módon támogassuk, segítsük, akár az odajutás, akár pedig a jegy vonatkozásában. Azt gondolom, hogy minimum ennyit a szurkolók kitartásukért, türelmükért megérdemelnek, és hát természetesen szurkolunk azért, hogy csoportkört játszon a Videóton az Európa Ligában. Az önkormányzat álláspontja szerint ez a helyzet, ami késedelmet és pluszköltségeket okoz, nem állhatott volna elő. Éppen ezért vizsgálatot indítanak a múlt tervezői és kivitelezői, valamint a jelenbontási munkálatai kapcsán a jogi és a műszaki felelősség megállapítására. A vizsgálatok részben már el is kezdődtek, hiszen egyrészt föl szerettük volna mérni, hogy akkor most pontosan mi a műszaki probléma, míg ezek az alapvető statikai kérdések, ezt külső szakértőkkel is ellenőriztettük, így jött ki gyakorlatilag az a végeredmény, amiről ma a közgyűlés vita nélkül, hozzászólás nélkül nagy többséggel döntött, de azt gondolom, hogy ezeknek a vizsgálatoknak folytatódniuk kell. Szerintem teljesen jogos elvárása a közvéleménynek, hogy tudjuk meg, amennyiben természetesen ez még megtudható, hogy ki és mi okozta azt a problémát, amivel most szembesülnünk kell, és ami miatt időbelileg csúszik a stadion építése, és mégiscsak visszamenőlegesen kidobásra kerül egy, azt gondolom, hogy közpénzből épített fiatal épület. Úgyhogy ezek a vizsgálatok folyni fognak, lesznek nyilván szakértői vizsgálatok, ezek vizsgálni fogják a korábbi tervezést, kivitelezést, műszaki ellenőrzést, és természetesen a mostani tervezést és a bontás szakszerűségét is, és ezt követően fogjuk tudni eldönteni, hogy lehetséges-e, ha igen, akkor milyen mértékben, milyen tárgykörben és kivel szemben jogi eljárásokat, adott esetben kártérítési eljárásokat indítani. Nyilván ezt most még nem tudjuk megmondani, de a közgyűlés azt a döntést is meghozta, hogy ezeknek a vizsgálatoknak folynia kell. Ha ezek lezárulnak és lesz végeredmény, akkor természetesen erről a nyilvánosság előtt be fogunk számolni. Erről a vizsgálatról pedig a Fehérvár Televízió nézői sem maradnak majd le. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!